Hú, de rég játszottam már ezzel a játékkal. Hát így első ránézésre azt mondanám, hogy a pokolba. De jó ég. De legalább nem leszünk egyedül. Na, megy. Megyünk? Az igen, az meg úgy ráüt a WC-re, hogy volt egy benne egy fej. Baszd meg! Atya úristen! Atya! Hát ezek rassónak! Krisztián, Krisztián, Krisztián! Ujj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 
mondjam, pitang jól nyomom. És igen! De miért? Miért nem vagy képes meghalni? Hát nem hiszem el. Picit várunk, még egy picit várunk. És most! Van egy olyan érzésem, hogyha vége ennek az intrónak, már csak egyedül leszek. Igen. Köszöntöm a kedves nézőket! Én Krisztián vagyok, és ebben a videómban jöjjön a Kriszt és a többi agyatlan zombi folytatása! Ez itt már a hatodik epizódunk! Hogy micsoda? Hatodik epizód? Igen, srácok, mivel én ezt a játékot anno 2013-ban elkezdtem, az ötödik rész 2013. december 2-án volt, hát nem most volt, de itt az ideje, hogy folytassuk, illetve befejezzük a játékot, mivel ezt a sorozatot anno nagyon szerettétek. Na hát akkor srácok, vágjunk is bele a játékba. Sajnos a mentésem nem volt meg, ezért az elmúlt pár órában le kellett darálnom az elejét a játéknak. A lejátszási listát a leírásban megtaláljátok, hogyha még nem mondtam volna. Na és akkor gyerekek, folytassuk is. Ahogy látom, akár itt az elején tudnánk is fegyvert váltani. De szerintem nem akarunk, nem akarunk. Jó ez a Thompson Sniper, illetve Colt páros. Na akkor. Hú, gyerekek, de rég is volt! De rég is volt! Aha. Remélem jók a beállítások, a hang, illetve a fény. Ajaj. Ajaj. 70 méterre van a következő pont. Nagyon figyelnünk kell a sniperesekre. Na hát akkor. És már jönnek! És már jönnek is! Hoppá! Az első lövés már el is hibáztam, de a másodikkal eltaláltam! A harmadikkal meg! Hú-hú-hú! Fejbe is lőttük! Nem fejbe, de közel volt a feje! Gyönyörű! Úristen, Krisztián, úristen! Hát de előbb játszottál a játékkal legalább 3 órát! Ott a fejes, na végre! Ott a következő fejes! Hát erről beszélek, Krisztiánka, hát erről beszélek, megvan a következő! Ott van! Nagyon szép! Nagyon szép! Elvileg mögöttünk nem jöhetnek, már mehetünk is tovább előre. Valószínű itt le a lépcsőn, biztos, hogy nem jöhetnek mögöttünk? Egészen biztos, hogy nem jöhetnek mögöttünk. De jó ég, hogy néz ki a víz! De jó Isten, hogy néz ki a víz! Hoppá! Oh-oh! Oh-oh! Az szép volt, Krisztiánka, az nagyon szép volt. Az kellett, mert hogyha azt nem vetted volna észre, akár problémák is lehettek volna. Ki tudom lőni a lámpát? Persze, hogy ki tudom lőni a lámpát. A biztonság kedvéért kilőttük. Ajaj, jó napot kívánok. Jajaj, 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 jajaj. Úristen. A szép. Mit csináltok ti mögöttem, fiúk? Jó? Mögöttem nem jön senki, elővehetjük szerintem lassan. Ajajaj, fölére! Nagyon vigyázni kell, hogy nehogy jöjjenek olyanok, amelyikek ránk futnak. Hoppá, hoppá. Oké. Mögöttünk továbbra sincs senki. Akár oda mehetne nekik egy gránát. Nagyon szép! Na, nem akarod? Még egyet, még egyet. Nagyon jó! Nagyon jó, Krisztiánka! Ott a következő fejes! És ott a következő! Na srácok, már mehetünk is fel a lépcsőn. Elméletileg. De atya úr Isten! Hát annak mi van a lábába? Hát azt szerintem lezabálták. Jó Isten! Hopp, hopp, és nyílik a kapu. És nyílik a kapu. Oké. Itt akár fedezékbe is lehetnénk itt a jármű mögött, de ahogy látom, meg kell indulnunk befelé. Ó, te szerelmes úristen. Oké, nagy baj, már nem lehet, hogyha netán meghalnánk, de hát reméljük, hogy nem fogunk.
Mi ez a morgás? Mi ez a morgás? Jó, nem mögöttem van. Bármi is, nem mögöttem jön. Ó, ó. Félrelőltem? Na még egyet! Úristen! Úristen! Hú! Ajaj! Hát ezeket később vettem észre, sajnos! Ezeket nagyon később vettem észre! Ugye ők nem rohanhatnak rám, hogyha netán elfelejtettétek volna, mivel gránát van a kezükbe, bár én nem éreztem, hogy annyira közel lettek volna hozzám. Aha, az benézted, Pajti, az benézted! Még egynek kell valahol jönnie. Ott jön a... Nagyon jó! Azt le kéne szednem onnan föntről, annak kapnia kéne a fejes, de hát sajnos nem kapja! De talán most még fölnézhetek rá! Á! Oké, eddig szép, Krisztián! Jó, ezt a hullámot visszavertük. Hát az jól bírja. Azt kell, hogy mondjam, hogy ő elég jól bírja. Ide akár előre mehetne a fiúknak egy gránát. És akkor... Ott a fejes! Hú-hú-hú! Gyönyörű! Gyönyörű! Ez csodálatos! Hú-hú-hú! És ott a folytatás! Egy hiba, de már szépítettünk is. Na, csak kezdtek belejönni, csak kezdtek belejönni. Ideje volt így 6 perc után. Ott a következő. Ott van! Azt is telibe vertük. Ó, te jó ég, ó, te jó ég, Krisztiánka. Hoppá, hoppá, azon nyomba egy gránátot kell előre dobnom. Oké, a csontvázakat le is szedtük elméletileg. Egy maradt talán. De hát egy nem fog nekünk problémát okozni. És már lőhetjük is a következőt. Félre. Én nem akarom elhinni, hogy ennyi lövésből nem találtuk el a fejét. Oké. Nem hagyjuk, hogy közelebb jöjjenek. Nem hagyjuk. Na, add már be azt a fejest. Na végre! Hú-hú-hú! Igaz, hogy a féltárat félre kellett lőnünk, de hál' Istennek összejött ez a lövés is. Oké. Okay. Ó, tudunk rugni! Tudunk rugni! Zseniális ez a játék. Azt kell, hogy mondjam, ez a játék egész jó. Aha. Most nagyon közel vagyunk. És egyből be is adta! Ha nem megy távolról, jöjjünk közelebb! Hoppá! Hoppá! Bekaptam egy lövés gyerekek közben! Bekaptam még egyet! Ajajajajaj! Itt a nagy kávézgatások közben mutattam az új bögrémet? Ugye év végén jön az új Assassin's Creed, szóval fel kell készülnünk, amiben ugye jön a végigjátszás. Ott van, ott van! Hú-hú-hú! És mellette van még egy! Azt is ki kell szednünk. Ez eddig nagyon szép. Már jöhet is a mellette lévő, aki most jelenleg elugrált valamerre. Jó, rátöltünk a sniperre. Ott ugrála, ott ugrála! És ott a fejes! Hú-hú! Gyönyörű, gyönyörű! És akkor már meg is indulhatunk előre. Elméletileg kiszedtünk mindenkit. Azért itt körülnézünk, hát ha találunk valamit. Micsoda? Hát az kegyetlenül tarkon lőttük. Ajajajaj. Oké. Semmi probléma. Uraljuk a helyzetet. És mi van, hogyha előre fejbe lövöm őket? Annak még a szeme is világít, te jó ég. Na mi van, fiúk? Na mi van? Ennyi?
Új, remélem nem, hogy azt a mindenit! Aha. Hát igazán jó, hogy csak a fejlövés számít. Mert a testüket hiába lövöldözöm. Lehet, hogy picit lövnünk kéne a pisztolya, mert a sniperben már nincsen olyan sok töltényünk. Hát ez eddig nagyon szép, ez eddig nagyon szép! Mi van, fiatal ember? Na! Na! Jó napot kívánok! Hát ez nem igaz. Fiúk! Na hát lehet ezt okosabban is csinálni. Hát ez már nem fog felkelni sajnos. Ú, micsoda motor, gyerekek! Ejha! Oké, lőszer! Aha, lőszer! Nagyon jó! Adott a sniperbe is? Igen, adott a sniperbe is! Hajajajajaj! Hajajajajajaj! Eléggé rossz előérzetem van! Ajaj! Oké, mehetünk be az épületbe! Elsőnek körülnézünk, len, hát len nincsen semmi, ezek szerint már mehetünk is fel! Előveszük a Thompsonunkat. Ó! Oh. És már el is jutottunk egy mentési pontig. Hát ez eléggé jól sikerült eddig. Na, hamar fel is töltjük a készleteinket, ahogy látom, meg is történt. És akkor már mehetünk is tovább. Na, és akkor már rúgjuk is be az ajtót. Hop-hop. Hop-hop. Ért túl az ostromot. Ajjajjajjajjaj. És honnan fognak jönni? Érzéseim szerint onnan lentről fognak jönni. Csak a fejlövés játszik, Krisztián. Oké, nagyon jó. Mögöttem nem jöhetnek. Valószínű csak onnan jöhetnek egyedül. Lehet, hogy meg kéne őket kínálnom egy gránáttal már most itt a játék elején. Nagyon jó. Azon agyalok, hogy a gránátomon kívül lehet-e más más ilyen robbanó eszközöm. Ajaj. Igen, 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 hál' Istennek van még másikféle kézi gránátom is. Váltsunk pisztolyra egy picit. Valaki innen újra élet, senki? Hú, de jó a pisztoly, jaj, de jó a pisztoly! Amíg csak velem szemből jöhetnek, addig olyan hú, de nagy baj nem lehet. Hát ez a pisztoly eszméletlen jó. De jó ég! Hát, ha még fejeseket tudnék beleosztani egyből, az milyen jó lenne. Na majd így -e. Gyönyörű. Na ide kell beállnom. Úristen! Úristen! Aha, jöhetnek oldalról is. Nem csak, hogy jöhetnek oldalról, oldalról fognak most ráadásul jönni. Ó, az egy hajszálom múlott. Na, mi van, nem robbansz fel? Dehogy is nem. Hát remélem, hogy ez a kapu nem fog kinyílni. Ajaj. Azt a mindenit neki! Úristen! Elő kéne venni azt a Thompsont! Megkapjanak egy gránátot is a biztonság kedvéért! Nagyon jó, az kellett! Na! Hú, gyerekek! Elég jól állunk még Thompson töltényjel. Az is jó. Az is nagyon szép! Elhibáztam! Majd közelebb jön! No. Nagyon jó! Hu-hu-hu! 24,7 méterről lőttük fejbe. Na mi van, gyerekek, ennyi volt? Jövök ám tovább, hogyha úgy van. Oké. Okay. Hát ez sikerre vettük ezt a kis támadást. Jó, hát és van egy olyan érzésem, hogy le kell mennünk a pincébe, de nem itt, de nem itt. Kell keresnünk egy másik utat, lehet, hogy meg kell kerülnünk az egész épületet? Vagy vissza kell mennünk oda az elejére, aha. Elméletileg vissza kell mennünk az elejére, és akkor ott fogunk tudni lemenni. Érzéseim szerint. Ujjjjjj. Nem túl egészségesek ezek a hangok. Hop hop. Egy PPSH. Huhu. Hát itt nagyon kell majd darálni ezek szerint, hogyha adott a játék egy PPSH-t. Mi ezzel a lehetőséggel élünk is, és már fel is vettük ugye a PPSH-nkat. A muníciót újra töltöttük.
pisztolyban nem adott, de most adott a pisztolyban. Aha, nem, csak le tudom cserélni. Hát ennek viszont annyira nem örülök. Biztos, hogy nem ad sehol pisztolytöltényt. Oké, gránátot azt adott, az nagyon jól jött. Nincsen pisztolytöltény? Nincsen. Oké, gyerekek. Na hát akkor. Itt kéne lemennem. Hát ez eléggé meredek. Ajajajajajaj. Jó, hát akkor menjünk le. Hát akkor menjünk le. Hallottátok ezt a kis kacajt? Ó, te jó ég. Ó, te jó ég. Csak mögülem ne jöjjenek. Meg erről az útról ne jöjjenek. Úristen. Ajaj! 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 Ne! Ne! Ez egy zsákutca! Ez egy zsákutca! Hogyan fogok innen lemenni? Arra kell tovább mennem. Mi van, hogyha kilövöm a lámpát? Nem lehet kilőni a lámpát. Az a piros nem tetszik, az a piros fény nem tetszik! Ajaj. Ezek le tudnak jönni innen? Nem valószínű. Hú, gyerekek! Ez itt durva lesz, úgy érzem. Na jó, hát elmegyünk erre. Jobbra vagy balra? Legyen elsőnek balra. Oké, semmi. Aha, és itt tudunk lejjebb menni, itt tudunk lejjebb menni. Te szerelmes úr Isten, hogy mi van itt? Ó, sziasztok! Ajaj, ajaj! Leraktunk egy gránátot nekik! Nagyon jó! Csak a szívét, Krisztián, csak a szívét! Fú. Jó, hát oldalról még mindig nem jönnek. Vissza a PPSH-ra, nagyon kevés a töltény a PPSH-ban. Iszonyatosan kevés a lőszerünk. Jó, hát elvileg. Sehol semmi? Nincsen sehol töltény? Na! Segítek! Segítek! Nyugalom! Nyugalom, itt vagyok! Ó, te jó ég. Hoppá, itt meg szól a telefon. Atya, úr, Isten, hogy mi van itt? Hú. Nem tudom, hogy miért lőttem azt az egyet fejben. Nem volt túlságosan szimpatikus. Jó, jövünk a következő telefonra, itt vagyunk. Jó napot kívánok! Tiszteletem! Ajaj! 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 Úristen! Úristen! Ezt valószínű csak behalucináltuk, fel tudunk állni? Oké, fel tudunk állni. Hát egy hentesnél nincsen ennyi hús fölakasztva, mint amennyi itt van. Atya, úristen. Jó, megyünk tovább. Töltény? Nincsen töltény. Fedezéket tudunk csak. Jó, hát egyre közelebb vagyunk a csillaghoz. Oké, egy újabb mentési zóna. Én segítettem volna az életeden, de hát ezek szerint nem tudok. Na, fönnmaradunk a helyünkön. Nem. Semmi meggondolatlan mozdulat, gyerekek. Semmi meggondolatlan mozdulat. Ő neki nem tudok segíteni. Ezek szerint... Oh! Áldás békessége! Ajajajaj! Úristen! Úristen! Ajaj! Nincs gránátom! Úristen! Itt a vége! Itt a vége, Krisztián! Jó, elvileg, hogyha föntről nem jönnek rám, akkor akár itt még biztonságban is lehetek ezen a felén.
tudom ezt lerakni. Áááá, gyerekek! Legalább a kicsiket szedjük ki, hogy a nagy ellen kelljen, mert csak harcolom. Mi van, hogyha nagyot fejbe tudom lőni? Ajaj, egyre jobban közelebb jöttek, feljebb kell mennem egy pici vele, hogy a... Aha! Ide lerakunk még egy ilyet. Oké, nagyon jó. Gyertek, gyertek! Na, menj már! Kifogyott a PPS-em! Kifogyott a PPS-em, basszus kulcs! Az jó! Ennyi? Hát ezt nem is gondoltam volna, hogy ezt le tudom hozni. De ezek szerint összehoztam. Én titeket nem bántalak. Ti se baszogattok engem, én se bántalak titeket. Viszont egy kis muníciónak örülnék. Oké. Na hát gyerekek, eddig egészen jól állunk. Ajaj. És ahogy látom, még egy harmadik része biztos, hogy hiányzik annak a darabnak. Közben megjöttek a fiúk. Egyszerűen ez annyira bosszantó, hogy az összes videó bejátszásnál itt vannak, viszont mi egyedül vagyunk. Pedig mennyivel egyszerűbb lenne, hogyha hárman, négyen kéne csatáznunk. Na hát srácok! Ez a mai epizódunk ennyi lett volna. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, írjatok hozzászólásokat, és nyomjátok meg a csengőt. Én Krisztián voltam, köszönöm a figyelmet, sziasztok!